vitorlát bontottak. Átvehették okleveleiket a frissen végzett hajózási technikusok Siófokon. Nagy feladatok előtt Zamárdi, fejlődő, de nyugodtabb településért dolgoznak a jövőben. Az üzlet több, mint profit, bemutatkozott az érmehálózat Kaposváron. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. 14 frissen vizsgázott hajózási technikussal bővült a Bahart csapata. A Balatoni Hajózási ZRT és a Siófoki Szakképzési Centrum még februárban indította közös képzését, amelynek célja a megfelelő szakemberek biztosítása a tónál. A most első ízben levizsgázott fiataloknak a gépházban és a fedélzeten is helyt kell majd állniuk. Az ünnepélyes bizonyítvány átadón elhangzott, a szak elindítására a hajóflotta bővítése miatt is nagy szükség volt. Az országban másodikként Siófokon indult még februárban hajózási technikus képzés. Az elmúlt 8 hónapban a fiataloknak elméletben és gyakorlatban is bizonyítaniuk kellett. Igazából maga a hajóvezetés az engem annyira nem, az engem inkább a gépházi szolgálat, a célom az, hogy első osztályú géptiszt legyen. Az oktatáson széleskörű ismereteket sajátítottak el a hajó gépházában és fedélzetén zajló munkákkal, a vízi közlekedés szabályaival, valamint a vízi utak, azokhoz kapcsolódó kikötői létesítmények és egyéb műtárgyakkal kapcsolatban. Pénteken délután 14-en vehették át a bizonyítványukat Siófokon. Legtöbbjük számára egy gyermekkori álom válhatott így valóra. Ez egy hivatás. A hajózás az egy nagyon gyönyörű hivatás és nagyon sokrétű. És engem igazából ez a sokrétűség fogott meg, hogy egyik nap sem olyan, mint a másik, nem egy gyári munka, hogy bemegyek a gyárba és 8-tól 4-ig ugyanazt csinálom, hanem tényleg a változatossága ez az egész. A fiatalok között akadt, aki matrózként már a Balatoni Hajózási ZRT-nél dolgozott, de többen kezdőként ültek az iskolapadba. A gyakorlati és elméleti tudást a Bahart és a Siófoki Szakképzési Centrum oktatói, szakemberei segítségével sajátíthatták el. Láttam furcsa arcokat, láttam boldog arcokat, láttam tétova arcokat, de összességében el kell mondanom, hogy nagyon jól viselték az akadályokat. Én magam, mint oktató, nagy erőbedobással kezdtem neki ennek a munkának, ugyanis tudni kell, hogy én ezekkel a fiatalokkal ugye másnap együtt fogok dolgozni, és ez ugye nagyon nagyot nyomott a latba, és én meg azt vallom, hogy az én tudásom csak akkor tud hatalom lenni, hogyha tovább tudom adni. Az ünnepélyes bizonyítványosztón Kollár József, a Bahart vezérigazgatója arról beszélt, a vállalat középtávú stratégiájában fontos szerepet kap az erőforrások fejlesztése, például a hajósok folyamatos képzése. A Balatoni Hajózási ZRT egy jelentős fejlődés előtt áll. Ebben az évben tulajdonosunk lett a magyar állam, és 6,6 milliárd forintos tőkeemelésben részesültünk. Ez azt feltételezi, hogy a jövőben új hajókat tudunk építeni, és összességében a tevékenységünk kiszélesedhet. Természetesen erre készülnünk kell, nem csak az anyagi erőforrások területén, hanem az emberi erőforrások területén is. A Balaton speciális feladatok elé állítja a Siófoki Szakképzési Centrumot, erről is beszéltek az eseményen. A szakképzés is kezeljük egyként a Balaton körül, hiszen a régiónak a kihívásai, gazdaság igényei ugyanazok képzés szempontjából, mert ne lehetne ezt összefogni egy szakképzési centrum keretén belül, mondjuk éppen Siófokról. A tervek szerint 2020 februárjában újabb hajós képzéseket indítanak Siófokon. Milyen veszélyeket rejt a rohamos technológiai fejlődés az orvoslásban? Többek között erre is keresték a választ a szakemberek Kaposváron. Hamarosan jövünk a részletekkel. 8 illegális bevándorlót fogtak el a rendőrök csütörtökön este Somogy-Bükköst határában. Információink szerint a hatóság lakossági bejelentésre érkezett ki a helyszínre, ahol helikopterrel és nyomkövető kutyákkal kezdték el a keresést. A határsértők magukat iraki kurd állampolgároknak vallották, de személyazonosságukat nem tudták bizonyítani. Meghallgatásukat a nagyatádi rendőrkapitányságon tartják. A Kaposvári Egyetem is csatlakozott a Magna Carta Univerzitátumhoz. Az erről szóló dokumentumot professzor dr. Kovács Melinda rektor írta alá csütörtökön Kanadában. Ezúttal 16 új egyetem csatlakozott, ezzel az aláírók száma meghaladja a 900-at, közel 90 országból. A konferencia előadásai és a workshopok az egyetemek szabadsága és felelőssége,
Válaszok a kihívásokra témaköré csoportosultak, szó volt többek között a szólásszabadságról, fenntarthatóságról, az európai felsőoktatási térség jövőjéről, a Bologna folyamatról, a hallgatói szerepvállalásokról. A Magna Carta Universitatum egy hivatalos egyetemi dokumentum, amelyet 388 rektor és egyetemi vezető írt alá 1988. szeptember 18-án a Bolognai Egyetem alapításának 900. évfordulóján. Szoros küzdelemben választották újra Csákovics Gyula polgármestert és képviselőtestületét a zamárdiak. A negyedik ciklusát kezdő városvezető szerint nem lehet hátradőlni, feladat most is van bőven. Számos már futófejlesztés is van a településen, illetve novemberben is kikötőépítésre pályáznak majd. Ezen túl kemény tárgyalások várhatók a Balaton Sound jövő évi megrendezéséről is, hiszen 2020-ban lejár a fesztivál szervező cég és a város közötti szerződés. Üzenetértékű az, hogy a zamárdiak nem csak polgármesterüket, de a teljes képviselőtestületet is újra választották, mondta Csákovics Gyula, a város negyedszer újra választott vezetője. Az emberek, tette hozzá, értékelték azt a munkát, amelyet 5 éven át végeztek a településért. Feladat van bőven, így nincs megállás. Vannak olyan projektek, amelyekben már benne vagyunk, például a bölcsődeépítés pályázatunk be van adva, ez az egyik legközelebb és szerintem legfontosabb. Kivitelezés előtt áll a termelői piac megvalósítása, ott gyakorlatilag már tényleg csak arra várunk, hogy a kivitelező fölvonuljon, és kiírták ugye a kikötős pályázatot, talán ennek a ciklusnak ez lesz a legnagyobb és legfontosabb projektje, és ezen szeretnénk pályázni, elő van készítve a pályázatunk, a tervek megvannak, úgyhogy gőzerővel azon dolgozunk, hogy most a határidőn belül be is tudjuk nyújtani. A legtöbb kritika a nyári fesztiválok miatt érte a városvezetőt a kampány során. Sokan gondolták úgy, hogy a város vezetése nem tesz meg mindent azért, hogy zamárdi élhető település maradjon a nyári főszezonban. Nyitott ajtókat döngettek azok, akik mondjuk a fesztiválokkal kapcsolatban itt változtatásokat kívántak. Én határozott állásponton vagyok ezzel kapcsolatban, és ahogy egyébként a legköszönő régi új testület is velem együtt megfogalmazta azt a 3 pontból álló elvárást, amit támasztani fogunk, ha újra tárgyalásra kerül sor. 2020-ban lejár a város és a Balaton Sound szervezői között létrejött szerződés, amelyet csak új alapokra helyezve lehet tovább gondolni, mondja a polgármester. Zamárdi most már van olyan helyzetben, hiszen egy jól pozícionált település, hogy szabhat feltételeket. Ezek között pedig szerepelni fog a tárgyalások során a fesztiválok élhetőbbé tétele, a főszezon szabadon hagyása és a közterületek bérleti díjának jelentős emelése is. A kaposvári szabadságfa lett 2019-ben az év fája. A versenyre közel 60 növényt neveztek be az ország minden részéről. A szervezők nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keresték, hanem azt, amelyik a lejelölőknek valamiért fontos. Kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál, vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élők mindennapjaiban. Ezek alapján érdemelte ki az elismerést a kaposvári Kocsányos tölgy. A keresztény értékrend és az üzleti tevékenység nem összeférhetetlen, ezt vallja az Érme hálózat, amelynek immár Kaposváron is van szervezete. A tagok a közös értékrend, a személyes barátság és bizalom alapján üzleti együttműködéseket alakítanak ki egymással, ám céljuk nem pusztán a haszonszerzés, hanem a közjó szolgálata. Az érdeklődő vállalkozókat csütörtökön a kaposvári egyházmegyére várták. Kicsit azt éltem meg, hogy itt vannak a felhőkarcolók, és itt megy ez a pénzügyi világ, és én valahol egy föld alatti kis lukban ünnepeljük Jézust és a Szentmisét. Évekkel ezelőtt komoly lelkiválságon ment keresztül Fogarasi Norbert, hiszen keresztény értékrendű emberként egy nagy pénzügyi multicég vezetőjeként kötelezte el magát. A fiatal üzletemberben felvetődött a kérdés, hogyan egyeztethető mindez össze. Hogyha én nem vagyok itt ezekben a szerepekben, meg én nem vagyok itt ezekben, vagy a hozzám hasonlók, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ez félre megy rossz irányba. Tehát, hogyha nincsenek ott akár az ilyen világi pozíciókban is hozzánk hasonló hívő emberek, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy az nem jól fog működni, rossz irányba megy, és
ugye Máté evangéliumban olvassuk, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, és ezt a szerepünket be kell töltenünk, bárhová is helyezett az Úr. Az Érme hálózat épp azokat a keresztény szemléletű vállalkozókat tömöríti, akik vallják a szerveződés jelmondatát, miszerint az üzlet több, mint profit. Nem elégszünk meg azzal, hogy mi belterjesen saját magunkat támogatjuk, hanem igenis cél az, hogy evangelizáljunk, tehát hogy behívjunk olyan vállalkozókat is. Ugye alapvetően az emberi értékek az most teljesen mindegy, hogy keresztény, nem keresztény, azért mégiscsak fontos mérföldkövek, és próbáljuk ide ugye beszervezni azokat is, akik ma még adott esetben nem szigorú értelemben vett keresztények. Immár Kaposváron is várják az érme hitvallását elfogadó vállalkozókat. Most lassan egyévesek leszünk. Mi vagyunk az érme hálózatnak a legfiatalabb tagjai, és ez a rendezvény is azért jött létre, azért hoztuk létre, hogy az érme hálózatot tudjuk népszerűsíteni itt Kaposváron a vállalkozók körében. A hálózat tagjai a mindennapokban és a nehéz gazdasági helyzetekben is segítik egymást, sőt közös értékrend, a személyes barátság és bizalom alapján üzleti együttműködések is megvalósulnak. Ám ezek sosem csak öncélúak, hiszen a társadalmi szerepvállalás jegyében rendszeresen támogatnak rászorulókat és értékes közösségi kezdeményezéseket. Egy olyan projektet öleljen fel, ami nem egy adott problémára egy gyors megoldást nyújt, hanem inkább elindít egy olyan folyamatot, amiből később sokkal nagyobb dolgok tudnak kinőni, és egy tulajdonképpen egy folyamat elindítása, egy kovász legyünk ebbe a folyamatba, ez a lényege. Idén egy kárpátaljai szervezet számára gyűjtenek, az összegből egy olyan pályázat önerejét fedeznék, amelynek egyik célja az egészségmegőrzés. Szeretném, hogyha abban a gazdaságban, mely Ferenc pápa szerint öl, mert a szemetes kosár kultúráját termeli azáltal, hogy leselejteti azokat az embereket, akik nem versenyképesek a piacon, a munkaerőpiacon, ehelyett, vagy emellett, vagy ezzel szembe egy olyan értékrendet, amelyik a Biblia gazdaságtana, amit így tudok röviden összefoglalni, hogy elég. Az Érme Klub törekvéseit támogatja a Kaposvári Egyetem keresztény szemléletű vezetőképzése is, amelynek második évfolyama idén szeptemberben indult el a Somogyi kampuszon. Új képzési központtal gazdagodik az Országos Bírósági Hivatal Balatonszemesen. A vízparti telken elhelyezkedő létesítmény több funkciót is ellát majd. Az egyik mintegy 1270 négyzetméter alapterületű képzési központ lesz, 3 emeleten, 2 konferencia teremmel, 200 fős befogadó képességgel. A másik étkezési és szállás lehetőséget biztosít majd, 24 szobával és 47 férőhelyjel. A komplexum alapkőletételi ünnepségén időkapszulát helyeztek el a földbe, amelybe Handó Tünde elnök utókornak írt levelét, az Oktogon építészeti szaklap különkiadását, a Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap aktuális számát, valamint az épületek engedélyének, tervrajzának és látványterveinek másolatát helyezték el. A komplexum a tervek szerint 2020 karácsonyára készül majd el. Technika a medicinában, barát vagy ellenség címmel szimpóziumot tartottak Kaposváron. A szakmai fórum célja kettős, egyrészt feltérképezni a digitális világ és a mesterséges intelligencia hatásait az orvostudományra, egészségkultúrára, valamint még nagyobb hangsúlyt adni a prevenciós egészségmegőrzésnek. Az orvosi elektronika és orvosi informatika témakörben hallhattak előadást azok, akik ellátogattak a Technika a medicinában című konferenciára. Az előadások konklúziója szerint a mesterséges intelligenciával generált digitális világ olyan veszélyeket is rejt, melyeket fel kell ismerni és határozott, összehangolt cselekvéssel kiküszöbölni. Mindannyian találkoztunk már vele, akinek van egy okostelefon a zsebébe, az pontosan tudja, hogy nagyon sok dolog feljegyzésre kerül rólunk, gyakorlatilag nagyon sok lépésünket valamilyen formába irányítják, és hát egyre jobban ki vagyunk szolgáltatva ennek, tehát iszonyatosan védtelenek vagyunk. Dr. Jávor András nyugalmazott államtitkár szerint elég csak arra gondolni, mi mindent őriz meg rólunk az okostelefonunk, a helyadatok vagy az internetes böngészéseink alapján. Már is visszakövethető, mikor hol voltunk, vagy épp mi foglalkoztat bennünket. A szó nincs, hogy gyakorlatilag géprombolók leszünk, és ezt megállítjuk. Tehát ezt a folyamatot leállítani nem lehet. Tehát nagyon fontos lenne,
hogy felismerjük azt, hogy mekkora veszély van, és megpróbáljuk úgy terelni, hogy gyakorlatilag ki tudjon egészíteni minket, és a segítségünkre legyen. A konferencia másik célja az egészségmegőrzés társadalmasítása és a prevenció fontosságának hangsúlyozása volt. Az előadásokban elhangzott, hogy a lakosság egészségkultúrája alacsony, az egészségtan pedig évtizedek óta hiányzik az iskolai tananyagból, pedig az egészséges életre nevelést fiatalkorban kell megalapozni. A konferencia aktualitását adta az is, hogy Kaposvár polgármestere a város oktatókórházával karöltve programot indított az egészségmegőrzés jegyében azzal a céllal, hogy a Somogyi megyeszékhely 2030-ra hazánk egyik legegészségesebb települése legyen. A hosszú távú program az orvostudomány központi területét, a kardiológiát, a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzését is kiemelten érinti majd. Az egészséghez hozzátartozik az érrendszeri egészség és a szívegészsége is. Valóban polgármester úr az egészséges kaposváriakért programot meghirdette, és én azt hiszem, hogy ebben a programban is egy döntő fontosságú kérdés az, hogy a szívünk és az érrendszerünk, a keringésünk rendben legyen, és nagy problémák ne legyenek vele. A Somogy megyei Kaposi Mór Oktatókórház szeptemberben indította el a 2030-ig tartó Egészség Szabad Egyetem ismeretterjesztő programját felnőttek és az ifjúság részére. A fő cél az egészség megőrzése, megtartása és széleskörű összefogása a betegségek megelőzése érdekében. Vitorlát bontottak. Átvehették okleveleiket a frissen végzett hajózási technikusok Siófokon. Nagy feladatok előtt Zamárdi, fejlődő, de nyugodtabb településért dolgoznak a jövőben. Az üzlet több, mint profit, bemutatkozott az érmehálózat Kaposváron. A megyével kapcsolatos friss információkról a www.somogytv.hu oldalon tájékozódhatnak. Szombaton és vasárnap is több napsütésre számíthatnak, híradóval jövő héten várjuk Önöket, szép hétvégét viszontlátásra!